Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a FitMind blog olvasóit. Sikos Peta vagyok, és a Rózsával arról beszélgetünk, hogy november 26-án lesz egy rendezvényünk, a Képes vagy rá énfejlesztő élmény sorozat második része, ami egy önbizalom konferencia kifejezetten nőknek, a címe, hogy szeresd magad is. Egész nap körbejárjuk az önbizalom, az önszeretet, az önbecsülés, az önismeret témáját, nagyon sok aspektusból megközelítve. Úgy válogattuk össze az előadókat, hogy mindenki egy picit más nézetből foglalkozik ezzel az önbizalom témával. Mesélek is nektek róla egy picit. Az első előadón Kollár Anna lesz, aki egy self-love coach, nagyon fiatal, viszont egy imádnivaló lány, akinek az egész munkássága az önszeretet körül forog, és ő arról fog beszélni, hogy picit a párkapcsolat témájában hogyan váljunk először egy olyan álomlánnyá, aki képes megtalálni az álomférfit magának, és egy modern istennő megközelítésből kezeli ezt a témát. Utána Szőke Robi és kedvese Tündi fog nekünk mesélni arról, hogyan lehet egy 23 éves házasságot működtetni, három gyermektől, úgyhogy a mai napig szerelmesek egymásba, és hogyan épült fel nekik az egymás megbecsülése az alapján, vagy annak következtében, hogy megismerték saját magukat, és milyen közös munka vezetett odáig. Aztán az ebédszünet után felpörögnek az események, és dr. Hevesi Kriszt, a szexuálpszichológus fog nekünk beszélni arról, hogy milyen hatással van az, hogyha szeretjük magunkat, az önbizalmunk, arról, hogyan érezzük magunkat az ágyban. Ami nőként szerintem egy nagyon fontos téma, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ha saját magunkkal rendben vagyunk, akkor egészen más dimenzióba tudunk lépni ezen a területen is. Aztán fogok nektek én is mesélni az önbizalom témájáról egy picit a belső irányból megközelítve, tehát hogyan tudod a saját belső kommunikációt úgy alakítani, hogy ez téged elvezessen egy önismerethez, egy önszeretethez, affirmációkkal, stb. Aztán Lukovicki Réka is ott lesz velünk, akit Robot Girl-ként találhattok meg a Facebookon, vagy a blogját is tudok olvasgatni. 23 éves fiatal lány, aki egy autóbalesetben elveszítette a fél lábát, és egy mondat volt, amitől most is kirázott a hideg, amire azt mondta, hogy az ő esetében a kevesebb több lett. Tehát egy fordatot vett neki az élet, és megtalálta a pozitív szemléletet, és önmagunk elfogadásában fog tudni nekünk nagyon-nagyon hasznos tanácsokat adni, hiszen ő el tudja fogadni magát, akkor neki mi vagyunk van. Valamint Szántoni ki fog még nekünk beszélni, aki egy magyar bajnok női drift versenyző, az egyetlen női versenyzőnk, aki nemzetközi színekben is csodálatos eredményeket tud felmutatni, és tőle az önbizalom egy ilyen formáját tudjuk majd meghallgatni, hogy egy férfiak által uralt sportágban, itt egy világban hogyan tudott kezdőként helytállni, és mi történt akkor, amikor ő gyakorlatilag egy férfi mezőnyt vert répigyára ebben a sportágban. Valamint szervezőtársam és alapítótársam Elek Pettinának a ruha bemutatóját is meg fogjátok tudni nézni, a Kabbala Fashion márkának a Varázsige kollekciója bemutatkozik ezen a napon. Úgyhogy egy ilyen programmal készülünk nektek, és óriási szeretettel várunk titeket is.